I see smiles on multiple. Monte Carlo, meg valenciai léptékbe kell ezt a dolgot elképzelni, vagy Abu Dhabi. Ezt nevezhetjük csónak kikötőnek. Hát az egész történet a vendégházról kezdődött. 2000-ben megvettük azt a parasztházat, meg a másik céggel is úgy döntöttünk, hogy nem ipari telephelyet hozunk belőle létre, hanem a cégünknek próbálunk egy újabb tevékenységi kört, a turisztikai tevékenységi kört létrehozni, és akkor ehhez jött az, hogy négy van, két szobával, aztán az bővült szép lassan, és akkor most a mostani projekt keretében pedig hát egy jóval komfortosabb és két szobával ismét bővülő. Meg hát ez a medence az, ami sokat számít az, hogyha valaki apu elmegy horgászni, a gyerekek meg az a otthon tudnak pancsolni. Nyilván ez a funkciója. Vagy kisebb társaságok jól érezik magukat. Ha vendégház, akkor adjunk mellé szolgáltatást. Egy kisebb ostagon van a repülőtér, mert az a viszonylag jó kapcsolatom van, hiszen igaz, hogy kimondani is rossz, 37 évvel ezelőtt itt repültem, 36 évvel ezelőtt, akkor még fehérváriként, de az egy komoly lehetőség esetleg a turisztikai szolgáltatások terén. Aztán a Duna, a halászat, ez volt a másik kapcsolódási pont, a lovas turizmus van itt egy lovarda nem messze. És hát mivel a Duna is portok, vízisi motorcsónak, ezért lettünk egy motorcsónakok. Nagyon billeg. Igen. Már most éppen jók vagyunk viszonylag, de akkor is billeg. De stabilabb, hogyha haladunk. Most mennyire mentünk? 35-40, nem gyorsan, nem tudod, hogy csak gyorsan menni. Hát. 100-zal van izgalmasabb. Igen, hát ez az is izgalmas. A csónakot meg vízre kell rakni, ugye elég sok csónak van viszonylag kisebb ostagon, tehát maradjuk a csónak kifejezésen, mert a jachtnak ehhez semmi köze, nyilván csak a cég nevében szerepel. És a csónak vízretétele, aki ismeri itt ezen a kavicsos Dunaparton, vagy fővenyen, az egy elég macerás dolog, az 3-4 ember kell hozzá, és fél óra alatt lerakja a vízre, meg mondjuk fél óra alatt visszapakolja, de ezeket le kell vinni ezeket az embereket. Tehát aki csónakázni akar, azzal számol, hogy egy évben 3-4-5-6 alkalommal fog csónakázni, mert akkor tudja megszervezni ezt a logisztikai feladatot, hogy vízre rakom, kiveszem. És hát ezt kiváltja egy kikötő. Volt ez a gondolat, és akkor ennek kapcsán az elhatározás 2004-ben, hogy csináljunk egy kikötőt kisapostagon. Kerestük hozzá helyet, megpróbáltuk az engedélyeket beszerelni. Úgy gondolom rekordgyorsasággal 2 év alatt ez megtörtént nekem. Bár valószínű, hogy nekem annak idején a sokkal többnek tűnt, mert elég fárasztó feladat, ezt ne részletezzük. Aztán végül is így 2007 tavaszán gyakorlatilag elkezdtük üzemeltetni. Gondolom, hogy a sokat emlegetett dunai turizmus fejlesztés, vagy a Dunának a kihasználása, amit nagyon sokat hallunk a médiákban róla, de évek óta, ami eddig csak ilyen szóbeszéd szinten maradt, senki nem lépett semmit, miközben Ausztria, már Szlovákia is úgy gondolom, hogy jóval előttünk jár nagyságrendekkel, miközben a mi adottságunk nem maradnak el tőlük semmiben. Csak egyszerűen a infrastruktúra hiányzik, és hát meg kell nézni ezt a kikötőt.
minden nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Magyarország legszebb Dunai kikötője, Csónak kikötője. Ne használjuk a jacht szót szándékosan. Tehát jó, Pesten van egy nagyobb kikötő, de az nem egy ilyen természeti környezetben. Meg hát itt a szolgáltatások is teljes körek, most már lassan mondhatni, mert benzinkút is van, saját benzinkút. Vízáram, vételi lehetőség, zuhanyzási lehetőség, és emellett az akkor ott van még a vendéglő, az étterem. Itt a kikötőben gyakorlatilag a elkészült étterem kicsinek bizonyult a valóságban, és akkor ezért a terasz részek beépítése volt ennek a pályázatnak az alanya, vagy tárgya, mondjuk inkább így. És itt az alapterület növelése mellett új bútorokat. De bútorok beszerzésére kértünk támogatást. Hát ugye két dologról van szó, az étterem az egész évben működik, a maga kikötő szezonális, hát a szezon az áprilistől októberig tart, de inkább szeptemberig mondhatjuk úgy, és hát az érdeklődők azok, hát mondjuk, hogy Fejérvártól Kecskemétig. Budapestről is van egy-két érdeklődő, de az még nem jellemző, de úgy gondolom, hogy annál is sokan ránk fognak találni, mint ahogy láttuk, hogy itt egyre több. De találkoztunk külföldi is. Jelentkezik. Az első évben volt nagyon sok külföldi, aztán tavaly tavaly előtt lehet, hogy őket is megrázta ez a válság, és kevesebb volt. De most talán újra. Oh. Hello. Hello. We want to invite you to a concert. We have a piano and we want to make music for you. Germany, we started. And we went to the Delta, to the Black Sea. Yeah, yeah. We hope we are there before winter time. Huh? Before. Like waves, huh? Okay. Los geht's. Várj, egy rózsát adja. És ez a felső? Hát én lídertag is vagyok. Tehát az elejétől ott voltam abban a társaságban, a csapatban, akik ezt létrehozták. Nagyjából még a települést is képviseltem, sőt nem nagyjából. Mondhatom, hogy egyedül. Itt a környéken úgy láttam, hogy elég sok embert mozgósítani lehetett, bár úgy gondolom, hogy sokkal többet lehetett volna. Én is nagyon sok embernek mondtam, hogy próbáljál meg, hát ki vállalkozó vagy, erre is lehetőséged van, arra is van lehetőséged van. Nem hittek benne, jól részt az szerintem. Nem vették komolyan. Tehát aztán, amikor nekünk ez a két pályázatunk sikerre ítéltetett, akkor persze egy jó rész így lett rögtön, ahogy szokott lenni. Meg jó néhányan próbáltak is aztán érdeklődni, hogy mit tudnánk segíteni, és itt a második, az a, hogy hívták, Hármas tengely második, tudom én, hogy üteme, amit most ugye tavaly összekerült kínásra. Ott pedig már nagyon sokan későn jelentkeztek, illetve egy olyan szituáció alakult, amikor már az embereknek elfogyott a saját erejük. Ezt látni, hát mi is nyögvenyelősen tudtuk ezt befejezni. Gondolom, hogy egy nagyszabású rendezvény lett volna, sőt, hát ugye ez egy, szokták mondani, hagyományteremtő jelleggel, hogy szándékkal próbáltuk létrehozni. Hát nem azt mondom, hogy egy olyan léptékű dolgot meg lehet csinálni, mint ami éveken keresztül Kapolcson volt, de ez a terület alkalmas arra, hogy a vízet, a Dunát szerető embereknek egy hasonló jellegű programokat nyújtsunk, vagy lehetőséget. A lényeg az lett volna, hogy a napközben a Dunához kapcsolódó vízisportok, a Duna átúszástól a
evezősportokon, sárkányhajókon, a motorcsónakig, a jetskiig, a vízisíig, ehhez kapcsolódó belsődék bemutatók szerepeltek volna a napközbeni programokban 4 napon keresztül. Egyébként az pont itt lett volna ebben a szabadidőparkban, az a Hamburger-Hungária papírgyárnak a szabadidőpark. Tehát azt akarom, hogy csak azért mondtam el, hogy meg hát így között, ezen a placon, előtt a strand, csak most magasabb így. Zenei koncertek, ezek is viszonylag széles palettán, a Budapest Ragtime-ben főrkép. Csík zenekar, meg aztán beleértve még egy-két jazz koncertet is. Meg hát aztán hozzá próbáltunk szervezni Erdélyből vásározókat, korongozókat, cserepeseket. De hát most vissza kellett mondanunk, mert sajnos az a líder pályázati lehetőség sok ígéret ellenére úgy tűnik, hogy befutcsolt, mert még a mai napig nincsen papír alapú ígéretünk. Megvan itt mögöttünk egy fél hektáros terület, amire kaptunk majd ezen egy 4 éves küzdelem után engedély. Mert ugye erdő, Natura 2000, ezek nem egyszerű dolgok, de azt már gyakorlatilag megvettük, de arra még egy ilyen szárazföldi tárolót kellene csinálni. Meg hát elképzelések szerint szerepel lehetne itt egy kis panzió is, vagy akár egy-két apartmanház, inkább így fogalmazza. Meg akár egy szabadtéri színpad, hogy kapcsolódva itt a kulturális dolgokhoz, mert azért itt egy kisebb koncertet is meg lehet csinálni, egy hektáros területen, ami szintén egy... Ez is egy elképzelés, az elképzelés egy része, hogy ennek lehetőséget adjunk. Hát valamivel ide kell csalódni.